Ez egy sárga szegélyű csíkbogár, és itt fogtuk a tónál a vízbe. Jó, mit kell tudni erről a bogárról? Hát, hogy egy vízi bogár, és ragadozó, és nagyon falánk. Egy hetet töltöttek a harangodi erdei iskolában, a Nyíregyházi Eötvös József Általános Iskola tanulói sokat játszottak, kirándultak, és közben tanultak is a terepgyakorlatokon. Ilyen bogarakat tanulmányoztunk, meg a fáknak a neveit, meg hogy a levelekről hogyan tudjuk megállapítani, hogy milyen fa. Az egyhetes turnusok az erdő élővilágával ismertetik meg a gyerekeket. A programok a szabadban töltött idő közelebb hozza őket a természethez. A természetben lévő természetes körfolyamatoknak a érzékeltetésére törekszek, hogy az embernek is helye van ugye a természetben, tehát mi nem különálló lények vagyunk, hanem mi is a természet részei vagyunk, és meg kell tanulnunk emberként is a természet részeként működni. Be kell nekünk is illeszkedni, tehát mi nem uralkodni akarunk itt, és nem uralni a természetet, hanem együttműködni szeretnénk. A túrák, a kirándulások környezettudatosságra nevelik a gyerekeket, akik egyébként tisztában vannak azzal, hogy a föld állapotát veszélyeztetik a szennyező anyagok, a széndioxid kibocsátás, a sok hulladék és a túlfogyasztás is. A szemléletváltás lassan, de érzékelhető. Kis parcellás szántók, gyümölcsösök, rétek és legelők a tanyákon. A Nyíregyháza környéki bokortanyákon az ember és a természet harmóniája fenntartható. A bokortanyákon nagyon sok védett élőlény előfordul. Igen, gazdag madárvilága van például, ami kifejezetten ehhez a félkultúrtájhoz kötődik. Például fokozottan védett bagolyfajunk, a kuvik, az rendszerint ilyen tanyákon, gazdasági épületeken belül költ, és hát hasznot is hajt, hiszen rengeteg pockot, egeret elkap. A hagyományos tanyás életmód már önmagában is a természetes környezet védelmét jelenti. Az Emisszió Egyesület több kutatásban foglalkozik a tanyás életmód értékeivel. Az emberek egyre többet vásárolnak helyi termelőktől, ami segíti a tájfenntartást.